1981. február 8-a, vízkereszt utáni 5. vasárnap. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap ótestamentumi szentigényét, amint megírva van Mózes 5. könyve 18. részében, a 15. verstől a 20. versig. Profétát támaszt atyád fiai közül Istened, az Úr, olyant, mint én, őreján hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak szavát, és nem tudom tovább nézni azt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám. Jól mondották, profétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyan, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ha pedig egy proféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevembe, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a proféta halljon meg. Amen. Kedves testvéreim! A sínai hegyi jelenet idéződik emlékezetünkben, amikor Isten a 10 parancsolatot nyilatkoztatta ki Izrael népének. És a sínai hegyen jelent meg, hogy a 2 kőtáblára írt 10 igét átadja Mózesnek. És akkor, amikor Isten megjelenéséhez kapcsolódó földrengés, villámlás, tűz és mennydörgés megriasztotta a népet, akkor könyörögtek Mózesnek, és mondották azt, hogy csak te szólj hozzánk, Isten ne szóljon hozzánk, mert nem tudjuk elviselni az ő szavának, jelenlétének a rettenetességét. Na ezt a kérését a népnek idézi emlékezetbe Isten akkor, amikor Mózest arra hívja föl, hogy a következő szavakat intézze a néphez. Isten elfogadta a népnek a kívánságát, és kész a nép soraiból, Mózeshez hasonlóan, embertársai közül állítani prófétát az élükre. Szinte úgy érezzük, hogy itt Isten kész megszelídíteni a szavát. Belátja, hogy a megriadt bűnei által sebezhető ember nem tudja elviselni az ő szentségének a jelenlétét. Okkal rémül meg, amikor Isten szent közelébe kerül. Ezért kész megszelídíteni a szavát. Nem közvetlenül fog ezután szólni a néphez, hanem emberi eszközön keresztül. A megszelídített isteni szózatot emberi ajkra bízza, aki közelebb tudja vinni az ember szívekhez, és megszelídítetten jobban tudja megfontolni az ember ezt az üzenetet, és mérlegelni, és válaszolni rá. Benne van ebben a mai igében Isten ősi rendje, ahogy prófétát választ a nép közül. A népnek szinte minden rétegéből, gondoljunk csak az ótestamentumi prófétákra, van közöttük, aki papi családból származott, Jeremiás. Volt olyan, aki a templomban, a gyülekezetben ülve kapta a prófétai megbízást, Ezsaiás. De volt olyan, aki egyszerű, kétkézi munkás volt, magáról is így mondja, nem vagyok proféta vagy profétának fia, baronpásztor vagyok, és vagy fügét szedegetek. Ám most így szólította meg, és hívta el Isten. Voltak köztük neves népvezetők,
és voltak köztük névtelenek, akiknek a nevét se tudjuk. De mutatja azt, hogy mennyire belesimult a nép soraiba az Isten embere, az Isten eszköze. Ezzel a kifejezett célzattal, hogy ne rettentse az isteni szózat a népet, hanem a megszelídített igével találkozzanak. Azonban úgy érzem, hogy nem kell megállnunk itt az ótestamentumi profétaság ilyen eredete, vagy indokolása értelmezésénél, hanem tovább mehetünk az újtestamentumi gyülekezetben hangzó isteni szózat helyesebb értéséhez is. Valójában nem is csak a profétai szóról, hanem az isteni ige üzenetről van szó ebben a szakaszban. A gyülekezetben általánossá váló és nélkülözhetetlenné lévő ige hirdetésnek a szolgálatáról. Isten messze időkre rendelkezett, amikor kész feladni az ő direkt üzenetének rettenetét, és megszelídítve emberekre helyezi, emberre bízza, és emberen keresztül szól a népéhez, szól a gyülekezethöz. Mondom, én a mai napon úgy érzem, hogy a gyülekezetben hangzó, egyszerű igehirdetést kell helyesen értenünk, fölismernünk annak a rendeltetését, és rendeznünk az ahhoz való viszonyunkat. Ez talán elsősorban azért is fontos, mert ma is vannak sokan, akik azt gondolják, hogy Isten direktebb módon kellene, hogy megszólaljon. Félreérthetetlenül és megkülönböztetetten minden emberi beszédtől. Tényleg égből hangzó szózat formájában, vagy valami megrendítő, külön kinyilatkoztatás formájában. Sokan vannak olyanok, akik a profétai beszédre, mondhatjuk ezt a Bibliában megörökített profétai igehirdetésre, azt mondják, ó, az csak egy régi könyv, egy régi könyvben megőrzött történeti emlék. Hogy szólna azon keresztül hozzám az Isten? Vagy gondolnak a gyülekezetben folyó ige szolgálatra, azt mondják, az is emberi beszéd. Hogyan lehetnék bizonyos a felől, hogy azon keresztül az Isten szól hozzá? Direktebb, közvetlenebb, félreérthetetlenebb, megkülönböztetettebb isteni szózatra, isteni irányításra, vagy isteni parancsra vágyakoznak sokan. Jó itt gondolnunk, hogy azok, akikhöz először így szólt az Isten, azok könyörögtek a népvezetőjének, és azt mondták, hogy csak te beszélj velünk, és ne Isten beszéljen velünk. Mert nem tudjuk elviselni a tüzet, a dörgést, a villámlást, nem tudjuk elviselni azokat a megrázkódtatásokat, amik az Isten szavát kísérik. És ezért ennek a kérésnek a meghallgatására szelídítette meg Isten a szavát, és bízta emberekre, azokra a régi profétákra, és tette a Bibliának olvasható, forgatható, megtanulható, vagy megkritizálható szavát egész rendkívüli módon az ő kijelentése eszközévé, az ő igéje csatornájára. És tette a gyülekezetben hangzó ige hirdetést az ő kinyilatkoztatásává, üzenetévé a ma élő emberek, vagy a mindenkori gyülekezet számára, hogy rajta keresztül hallhassa, mit kíván az Isten, mit üzen az Isten, mit akar velem. Nem véletlenül válogattam össze az énektábláron éppen azokat az énekeket, amelyek az ige hirdetés szolgálatához kapcsolódnak. Mivel az énekes könyvünkben úgy vannak ezek egymás mellé
helyezve, hogy az Isten tiszteletnek egy bizonyos részén, bizonyos alkalmán lehessen belőlük énekelni, azért szinte egymás után is következnek a könyvünkben. Egyeznek abban, hogy mindegyik valahogy az ige hirdetésről, az ige hirdetésnek a jelentőségéről, áldásáról, az ige hallgatásnak a felelősségéről, az ige üzenet megfogadásának, befogadásának a komolyságáról szólnak hozzánk. Azért énekeljük ma végig ezt a négy éneket, mert mondom, mindegyikben az ige hirdetést tanuljuk helyesen érteni, helyesen használni, és javunkra, áldásunkra fordítani. Emberaikra bízta Isten az ő szavát, és ezzel kedvezett a mi emberi természetünknek. De ugyanakkor ő azonosította magát az emberaikra bízott isteni igével is. Mózesen keresztül is azt üzeni a népnek, hogy az én igéimet adom a prófétának a szájába. És Jézus is azt mondta a tanítványainak ezt a régi megbizatást újra aláhúzva, aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki engem hallgat, azt hallgatja meg, azt hallgatja, aki engem elküldött. Tehát ez az isteni rend kiterjed a tanítványokra, kiterjed az ige szolgáira. Megszelídítetten van ajkukon az isteni szózat, de Isten azonosítja magát ezzel a megszelídített igével. Magáénak ismeri, és a magáéként őrzi az emberajkon hangzó igét is. Mindjárt arra tanít ez bennünket, hogy ne vegyük elbizakodottan a magunk értelmének, vagy lelkiségének, magunk hiúságának, vagy büszkeségének a közbejöttével, ne helyezkedjünk föléje ennek az üzenetnek. Bár hozzánk hasonló emberajkán hangzik, egyszerű emberi gondolatokba, szavakba van öltöztetni. De ez az Isten igéje. Ez az Isten üzenete. Isten ma ezen keresztül akar szólni hozzánk. És nem más módon. És nem más úton. Aki más csatornát szeretne építeni az Isten üzenete hallgatására, az az üres semmibe építi az ő fölvevő készülékét. Vagy a megtévesztő zajba, a világ zajába, az erők zajába, a gondolatoknak a zajába akar belekapcsolódni, és azokból véli majd kihallhatni az Isten szavát, és ebben a vélekedésében bizton téved. Tanít bennünket ez az isteni rendelkezés hálára azért, hogy Isten így kedvez az emberi gyengeségnek, az emberi természetnek. Lefordítatja az ő szent üzenetét az emberi nyelvre. Az ige hirdető éppen úgy, mint a régi proféták, valójában tolmács szerepet töltenek be, kell, hogy betöltsenek a gyülekezet szolgálatában. Két nyelvet kell érteniük az Isten nyelvét, és kell érteniük a gyülekezet nyelvét. És azon kell tusakodniuk, azért kell küzdeniük, hogy értsék az isteni szózatot az Isten nyelvén. És ugyancsak azon kell igyekezniük, fáradozniuk, hogy ezt az isteni üzenetet le tudják fordítani a gyülekezet nyelvére, embereknek a nyelvére. Nem könnyű egyik feladat se. Az Isten nyelvén érteni is rendkívüli ajándék. Isten lelkének a segítsége, világossága,
vezetése kell hozzá, hogy értsem, mit üzen az Isten. De sok emberi szorgalom, emberi megértés, szeretet kell ahhoz, hogy emberi nyelvre le tudjam fordítani. Hit szerepét tölti be az ige hirdető, Isten a magasságos mennyekben lakozó szent, és a gyülekezet itt a földön, földi gondokban, törekvésekben, földi elfoglaltságokban élő emberek között. És ebbe a feszültségbe kell állandóan keresni a szolgálat értelmét, és küzdeni az üzenetnek a célhoz éléséért. Sokszor sántított az egyház ige hirdető szolgálata, és manapság is fönnáll ez a veszély, akár az egyik, akár a másik készségnek a hiányában. Sokan vették és veszik kezükben úgy a Bibliát, hogy nem értik az Isten nyelvét, és nem tudják belőle kihallani, hogy mit mond az Isten. Csak emberi útmutatásokat, történelmi tanulságokat, vagy erkölcsi törvényeket olvasnak ki belőle. És erőtlen lesz az, amit mondanak, akár melyik passzusát nyitották fel a Bibliának, vagy olvasták fel textusul az evangéliumnak. De lehet rövid zárlatos a szolgálat azért is, mert az Isten nyelvét érti az ige hirdető, de a gyülekezet nyelvét nem érti. A körülötte élő emberek világától marad idegen, és nem tudja az ő nyelvükön tolmácsolni azt, amit az Isten üzen. Azért mondottam, hogy ehhez is harc kell, forgalom, ehhez is kell nagy közelség az embertársakhoz, és szeretet a gyülekezet iránt, mentő szeretet a bűnben, elveszettségben, sorstársú gyülekezeti tagok iránt. Valójában mindig ilyen nagy dologról van szó, akkor, amikor a gyülekezet összejön igét hallgatni, vagy akkor, amikor az ige szolgálja előáll prédikálni. Nagy nehézségek legyőzéséről, akadályok és gátok ledöntéséről, és nagy találkozások megtörténéséről, szakadék áthidalásáról, az ismeretlen távoli szent szavának a közel jöveteléről, a mi életünkbe beleszóló mennyei üzenetnek a meghallásáról. Ezért kell, hogy egy felelősséggel fogjunk össze azért, hogy az igén keresztül valóban Isten szelíd, kedves, szerető, mentő szavát hallhassuk meg, és az ige üzenetben Isten vezetésével találkozhassunk. Mert, és itt van a harmadik mondani valója ennek a mai igének, Isten bár megszelídítette a szavát, ember ajkra bízta, azzal, hogy közel férkőzzön az emberi szívekhöz, de nem hagyta magára azért a szavát. Nem szolgáltatta ki azért az embernek a szavát, hanem azt a saját igéjének tartja, a maga szavaként őrzi, akkor is, ha régi proféták mondották, és a Biblia sárgulólapjai őrzik, és akkor is, ha mai emberek prédikálják, és a ma élő gyülekezetbe hangzik. Isten őrzi a maga igényét, és gondja van arra, hogy az célhoz érjen. Ezért szól a felelősségről ez a mózesi ige, és pedig az ige hallgatásnak a felelősségéről, éppen úgy, mint az ige hirdetés felelősségéről. Ha valaki nem hallgatja meg az én szómat, az én igényemet, azt üzeni Isten, akkor
felelősségre vonom érte. Hiába hibaszkozok arra, hogy ó, az csak emberi szó volt, ó, az csak régi rendelkezés volt, ó, azon már túlment a világ, túlment a tudománynak, az ismeretnek a fejlődése. Hogy tarthattam volna én azt Isten szent és igaz szavának? Felelősségre vonom, azt mondja az Úr. Hiába védekezik azzal, hogy hát hozzám hasonló ember mondta. Ha valaki nem hallja meg az ő szavát, akkor Isten előtt kell felelnie érte. Életről, halálról van szó. Az életet és üdvösséget hozó igének a eltékozlásáról van szó. Mert nincsen más út, ami adatott, csak a Jézus Krisztus neve hirdetése, az ő evangéliumának a boldogító üzenete, és annak hittel való megragadása által. Aki nem teszi ezt a gyülekezet ige hirdetéséből, az nem találja meg sehol azt, ami életet hozhatna, és akkor marad számára a halál, marad a sötétség, és marad a vigasztalan vég. Az ige hirdető felelősségéről is van szó. Mert Isten azt mondja, hogy ha az ige hirdető elbizakodottan a magáét akarja hirdetni, vagy más isteneknek, divatos isteneknek az üzenetét vegyíti bele a prédikációjába, akkor az halljon meg. Röviden, keményen, félreérthetetlenül iktatja ki a szolgálatból Isten azt a szolgáját, aki nem engedelmeskedik ennek a páratlan parancsnak, és nem adja tovább az Istentől kapottat. Nem kell a meghalás alatt mindjárt arra értenünk, hogy ha valaki rosszul prédikál, akkor meghasad alatta a föld és elnyeli, vagy tüzes mennykő jön az égből és az agyon vágja, de jelenti a kirekesztetést. Az életnek abból az áramából, amelyik Isten szaván, Isten szeretetén és Isten kegyelmén keresztül áramlik. Isten szívétől, a Golgotai kereszttől, a föltámadott Jézus Krisztustól, az evangéliumon keresztül, ma élő, ma kereső, ma vágyakozó, és ma a bűneikkel küszködő embereknek a szívéig. Isten nem hajlandó használni azt, aki elbizakodottan a magáét teszi az Isten szava elé, és más isteneknek, divatos isteneknek enged. Valóban ez a mai ige odaállít bennünket, ige hallgatókat és ige hirdetőket a kettős felelősség elé. Isten nagy ajándékot készít, valóban az ő szerető atyai szívének a kedvezését bizonyítja meg, amikor ilyen egyszerűvé teszi a vigasztalás, a szabadulás és az üdvösségnek az ajándékát. Az emberajkon hangzó evangéliumra bízza, de ugyanakkor őrzi ezt az egyszerűvé tett igét is, és elvárja azoktól, akik hirdetik és akik hallgatják, hogy az ő drága szent ajándékaként bánjanak vele, örüljenek, hogy szólhatják, és örüljenek, hogy hallhatják, tartsák rendkívüli kedvnek Isten részéről, hogy összejöhetnek bűnösen, és hallhatnak a bűnösök megváltójáról, jöhetnek gyengén, sok teherrel megrakottan, és hallhatnak az erős üdvözítőjéről, és jöhetnek a bűneikkel, és vehetik a keresztért Jézus Krisztus szenvedésért és föltámadásáért bűneik bocsánatát, hogy újulhatnak, hogy tisztulhatnak, hogy kegyelmet nyerhetnek, hogy életet és üdvösséget vehetnek.
ennyire egyszerűen, ennyire közelről, Isten hozzájuk szóló, szívüket kereső szaván keresztül töltsön el bennünket. Ez a felelősség, ez az öröm, és vegyük áldását újra meg újra ennek az isteni ajándéknak, a közöttünk hangzó igének. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, azért a kegyelemért, amellyel megérted emberi gyengeségünket, ismered félelmeinket, és tudod, hogy miért nem bírjuk a te szentségednek közelségét, és miért retten meg a szívünk a te hatalmas szavad előtt. Köszönjük, hogy megértetted és teljesítetted a régieknek a kérését, amikor megszelídített szóra vágytak te előtted. És áldunk téged mind azért, ami a te kijelentésedet azóta őrzi, a Bibliánkért, a régi proféták változatlan örök üzeneteként, az evangéliumnak drága szavaként, amit olvashatunk, tanulhatunk, amit emlékezetbe idézhetünk, és Isten tiszteletről Isten tiszteletre hallgathatunk. Kérjük szent lelked ajándékát az ige hirdetéséhez és az ige hallgatásához minden alkalomra, hogy maradjon ez az ige, a te szavad, rajtunk segítő, bennünket fölemelő és bennünket üdvözítő szent evangéliumot a te szent lelked erejéből és ajándékából. Amen.